Pécs TV gazdasági hírműsorát, a Mérleget látják. Rövid híreket követően folytatjuk sorozatunkat, amelyben pécsi cégek privatizációját kívánjuk majd bemutatni. Mai riportunk Venkely Istvánnal, a pécsi sörfőzde igazgatójával készült. Hírműsorunk után friss tőzsde információkat hallhatnak. Viták folynak arról, milyen irányban érdemes régiónk közlekedését fejleszteni, az M6-os út vagy a DUTAP, azaz a Dunántúli autópálya fontosabb-e. Ez utóbbi, vagyis az M65-ös, a Pécset-Dombóvárt és az M7-est összekötő gyorsforgalmi út területfejlesztésben elfoglalt helyéről, szerepéről és nemzetközi kapcsolódásairól tartanak megbeszélést április 29-én csütörtökön a Művészetek házában. Az előadásokat követően Manninger Jenő, a közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztérium politikai államtitkára, valamint Fikes Éva és Körömi Attila országgyűlési képviselők sajtótájékoztatót tartanak. A Siklóson épült autóbusz pályaudvart április 29-én csütörtökön adja át a Pannon Volán RT a létesítmény felavatására. Katona Kálmán, közlekedési, hírközlési és vízügyi minisztert kérték fel. A Baranya megyei mezőgazdasági termelők szövetsége rendkívüli ülését követően sajtótájékoztatót tart a sertés és baromfi ágazatban kialakult helyzetről április 30-án délelőtt. A pécsi sörfőzdét a múlt században alapította Hirschfeld Lipót. A cég azóta több átalakuláson ment át. A privatizációt követően az elmúlt évet már szeréd eredménnyel zárták. A múlt század első felében a Bonyhádról érkezett vándorkereskedő Hirschfeld Lipót, miután megegyezett Pécs városatyáival, elkezdte sörfőzdéjét üzemeltetni. Majd a 20. században a sörgyárkartel megalakulásával 1911-ben létrejött a Sörgyár részvénytársaság. A II. Világháború után a cég szorgalmasan teljesítette az 5 éves terveket, míg nem az általános változásoknak köszönhetően 1992-ben ismét részvénytársasággá alakultak. 93-ban a reprivatizáció során a nagymúltú bécsi magyar Otta Kringer csoport kezébe került a gyár. És nyertünk végül is 1993. október 22-én azt a pályázatot, hogy átvettünk a pécsi sörfőzdenek a 51%-át akkor. Most ez főleg úgy volt összetéve, hogy 30% részvényeket vettünk, és a maradványt egy ilyen tőkeemeléssel végrehajtottunk, és így elértünk az 51%-at. A dolgozók az 51%-ból körülbelül 10%-os önrészt birtokolnak. A fennmaradó 49%-on a kincstár, az önkormányzat és az ÁVÜ osztozott. Azóta vettünk azokat a részvényeket a önkormányzatoktól és az ÁVÜ-től, és most van nekünk az Otta Kringer csoportnak körülbelül ilyen 90-91%. Sajnos 93-ban vesztettünk a Pepsi töltési jogát és a Pepsi eladási jogát, és így a forgalomnak a 30%-a elmaradt. Akkor kezdtünk koncentrálni a sörre. És szerintem nagyon sikeresen mi átstruktúráltunk ezt a céget ilyen formában, hogy versenyképes tud lenni. Amikor átvették a vállalatot, akkor 800 hektoliter per fő mennyiségű sört főztek. Azóta ez a szám folyamatosan növekszik, most 1000 hektoliternél tartanak. Mindez létszámleépítéssel járt, így ma 360-an dolgoznak, ám az ő foglalkoztatásuk már biztosabb. A magyar szalonsör gyártása mellett 1994 óta rendelkeznek a Goldfass licenccel, de gyártják a Gildét és a Balna szalont is. A bécsi anyavállalat Ausztriában a 2. helyen áll. Én úgy érzek, hogy nagyon jól tudnak együttműködni azok a két gyárak. Nekünk csak két sörgyár van, az egyik Bécsben, a másik Pécset. És jól tudnak együttműködni, profitálni tudnak egymástól, főleg műszaki dolgokon, és én szerintem mindenki észrevette, hogy lényegesen javult a sörnek a minőség az utóbbi 5 évben.
A bécsi sörgyár folyamatosan segíti magyarországi társát értékesítési és marketing tapasztalatokkal. Ami a terveket illeti, szeretnék, ha a szalonsört még jobban teríteni tudnák Magyarországon. A tavalyi évben forgalmuk 5%-át fordították reklámtevékenységre, a következőkben a további eredményesség érdekében ezt az arányt szeretnék növelni. A mérleg új kiadásával a reggeli hírórában jelentkezünk. Vendégünk lesz dr. Kosaras Gellért, a Gépipari Tudományos Egyesület társelnöke. Vele a szerdán kezdődő háromnapos országos karbantartási konferenciáról beszélgetünk majd. A műsorral kapcsolatos észrevételeiket a képernyőn látható címre várjuk. Most pedig kérem, tekintsék meg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara aktuális információit. Most pedig tőzsdei információnk következnek a Duna Invest jóvoltából, a vonalban Rozsvai Zsolt, befektetési tanácsadó. Üdvözlöm! Jó estét kívánok, köszöntöm a Pécs TV nézőit! Pozitív nemzetközi hangulatban nagyon jól indult a hét a budapesti értéktőzsdén. A BUX Index a kereskedés első perceiben 6170 ponton állt, azaz több mint 170 ponttal a pénteki értéke fölött. A nagy optimizmus a napközben fokozatosan alábbhagyott, és szinte minden papírára lefelé mozgott napon belül. A BUX Index végül is 6025 ponton zárt, 28 ponttal, azaz fél százalékkal a pénteki záró értéke fölött. A nagyobb részvények közül a Matávára gyakorlatilag nem változott, még a MOL fél százalékot, az OTP pedig másfél százalékot esett vissza. A nap egyik nagy nyertese a Richter volt, amely nagyon kedvező negyedéves gyors jelentést tett közzé. A részvény 9800 forinton forgott az első percekben, azaz közel 1000 forinttal a pénteki felett, azonban napközben ez is lefelé indult, a napot végül is 9230 forinton zárta a papír, de ez is még 4%-kal magasabb, mint az előző záróára. Ezzel ellentétesen szerepelt a másik gyógyszeripari részvény, az Égis, amely 5%-ot visszaesett. Fegyipari papírok közül nem változott a TVK-ra, míg a Borsodkem kismértékben 15 forinttal emelkedett. A nap másik sztárpapírja a Rába volt, amely 2170 forintos nyitás után szintén lefelé vette az irányt, ám a 2095 forintos záróára még így is 6%-kal magasabb, mint a pénteki. Rozsai Zsolt, köszönjük az információkat, friss tőzsdei hírekkel holnap reggel szolgálunk majd, és most pedig lássuk a tőzsde cápajáték állását.